Hazánk egyik legnagyobb német nemzetiségi oktatási és kulturális intézménye, és emellett tagja a világ 140 a német állam által elismert külföldi német iskolájának, a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja, Baján. Komplex programját, mely megfelel mind a magyarországi, mind pedig a németországi követelményeknek, ennek szellemében valósítja meg az intézmény. Az ünnepélyes tanévnyitón, a köszöntők után a legkisebbek mutatkoztak be tánccal és énekkel, majd az iskola diákjainak műsora következett. Ezután felavatták az új, rekordtánborítású, multifunkciós szabadtéri sportpályát. Én első óta ide járok, és igazából én ide jártam óvodába is, és azért választottuk ezt, meg ugye itt van két nyelv, és az is tetszett. Anyukám szereti ezt a német nyelvet, ő tud németül, apukám angolul, és ezért lett így ez, hogy akkor mind a két nyelvet tanulom. Modern, meg olyan jó körülmények vannak, meg hát szerintem ez egy jó iskola. Én most leszek 9-es ebben az iskolában, és a nővéreinknek bevált ez az iskola, szóval a szüleink úgy gondolták, hogy jó, hogyha minket is ide beiratnak. Szerintem jó döntés volt, mert jól tanuljuk a német nyelvet, és az angolt is. Tetszik, hogy újították az iskolát ezzel a pályával is, és hogyha mondjuk jobb idő van, ilyen nyáriasabb, akkor kint is lehet játszani. A technikumban járok, és turizmus szakot tanulunk, és a fontos, hogy a nyelvet elsajátítjuk. Nagyon reméljük, hogy jó lesz a tanév, ez azt jelenti, hogy itt tudunk majd az iskolában tanítani. Igaz ugyan, hogy a digitális oktatásban is nagy előrelépést tettünk, technikailag, módszertanilag meg tudjuk oldani a digitális oktatást, de a szociális oktatás, a szociális kompetenciák, a közösségi szellem, egyáltalán a jelenlét és a tanárdiák együttműködés az csak az iskolában tud megvalósulni, úgyhogy reméljük, hogy így tudjuk a tanévet végigcsinálni. Nagy örömünkre szolgál, hogy az elmúlt évek átadói után sportcsarnokot avattunk tavaly, most mellé egy sportpályát is sikerült felépítenünk, ugyanis mi nem csak a német tudását fejlesztjük a gyerekeknek, vagy az angol tudását, vagy a matematika tudását, hanem nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, főleg a digitális oktatás kiegyensúlyozásaképpen is, hogy legyen lehetőségük sportolni, mozogni, megismerjék a sportolás, a mozgás örömét, és egészséges felnőttekké tudjanak válni. Ezért nagy öröm a sport. Ja, ich denke, das Wichtigste in diesem Schuljahr wäre, glaube ich, dass wir ohne digitalen Unterricht auskommen und dass die Schülerinnen und Schüler hier zusammen mit ihren Lehrern sein können, denn digitaler Unterricht hat im letzten Jahr ganz gut geklappt, aber hier in der Schule ist es halt doch schöner, effektiver, netter. Ich bin seit einem Jahr jetzt hier in Beuer und kann wirklich sagen, dass es mir sehr, sehr gut gefällt, dass ich sehr gerne in dieser Schule bin und wie man ja jetzt hier auch bei der Eröffnung des Sportplatzes sehen kann, es bewegt sich was, es geht vorwärts und ich bin sehr stolz und froh hier zu sein. Schubert Olivia alelnök beszédében hangsúlyozta, hogy a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata örömmel támogatta ennek a tanulók egészségmegőrzése szempontjából fontos létesítménynek a megépítését. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata egy teljes intézményhálózattal rendelkezik. Itt a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja az egyik legrégebbi intézmény, amelyben mi is aktívan részt veszünk, mint alapítók. És én azt gondolom, hogy nagyon kevés az az iskolaközpont, ami egy ennyire teljes skálán mozog, és az óvodától kezdve egészen az érettségéig a német nemzetiségi oktatást és nevelést meg tudja valósítani. Úgyhogy nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az iskolaközpontjaink mindig modernebbé váljanak, minél inkább fejlődjenek, és ne csak a nevelés-oktatás, hanem ugye az infrastruktúra és a hozzátartozó területek is fejlődjenek. Mi igyekszünk a saját eszközeinkkel és a saját lehetőségeinkhez mérten az iskolákat ebben is támogatni. Nagy örömünkre az újonnan épült sportcsarnokot is sikerült pénzügyi támogatással felépíteni, és hát nagyon örülünk neki, hogy most itt a sportpálya avatásán is itt lehetünk. A legfontosabb az, hogy a diákok számára a legmodernebb környezetet adhassuk, és élvezzék, hogy itt vannak ebben az iskolában. A szalagátvágás után az iskola testnevelő tanárának irányításával a diákok bemutatták, hogy milyen sportágak végzésére alkalmas a pálya. Azért fontos, mert a gyerekeknek egy újabb lehetőséget ad arra, hogy
minél többet mozogjanak, minél jobban érezzék magukat. Ez a pálya egy olyan lehetőség, amiben többféle sportágot gyakorolhatnak, és egy nagyon jó körülmények között végezhetik ezt. 150 méter egy kör, ezen kívül még kézilabda, foci, kosárlabda és tenisz is helyet kapott a lehetőségek között. A sportpálya megépítésére az MNAMK fejlesztésének hosszabb távú koncepciója keretében a német és a magyar állam támogatásával került sor.